A világ legnagyobb váltófutása érintette Bátaszéket kedden. A békefutás elnevezésű kezdeményezést 1987-ben indította el Sri Chinmoy, hogy erősítse a különféle nemzetek és kultúrák összetartozás érzését. Csak Európában 24 ezer kilométer hosszan, 49 országon áthaladó útvonal alakult ki a közel 35 év alatt. A futók a békelángját is magukkal viszik az úton. Az idei év alkalmából egy különleges célt tűztünk ki magunk elé, mégpedig nem mást, szeretnénk a 3000 kilométer hosszú Duna folyónkat békefolyóvá nyilvánítani. Mi erre úgy tekintünk, mint egy 3000 kilométer hosszú ima a békéért, amit fáklyával a kézben végzünk. Így hát az idei futás Németországból a Fekete Erdőből indult, és a Fekete Tengernél ér majd véget. A magyarországi szakasz Esztergomnál kezdődött, Pap Védisa is itt csatlakozott a csapathoz. És én úgy gondoltam, hogy el fogok idén jönni. Nekem van egy kis boltocskám Budapesten, amit most bezártam, ez egy biobolt, mert úgy éreztem, hogy fontosabb, hogy része legyek ennek a törekvésnek, ennek a kezdeményezésnek, mert talán akkor még erősebben itt van ez a cél a szívembe. A mezőnyben az ország szinte minden tájáról képviseltették magukat. Érkeztek Egerből, Zalaegerszegről, Debrecenből, Budapestről, de volt, aki Ausztriából, Portugáliából, vagy éppen Brazíliából jött, hogy erősítse a békelángját. Ez a mozgalom is felhívja a figyelmet arra, hogy nekünk embereknek mennyi tennivalónk van annak érdekében, hogy akár a saját életünkben, de az utánunk következő életében is garantálni tudjuk azt, ami azt gondolom az egyik legfontosabb, hogy békében és biztonságban nőjessenek föl nemzedékek. A rövid pihenő után Mohácsra indultak a futók a fáklyával, amit hamarosan átadnak majd a horvátországi csapatnak, hogy ők vigyék tovább a békelángját.